Először is nagyon sajnálom, hogyha ezt a filmet nézed, akkor érintett vagy, így vagy úgy, de hogyha semmilyen módon, akkor köszönöm, hogy érzékeny vagy erre a témára, és hogy hírül viszed ezt a filmsorozatot. Szükségünk van erre, hiszen a célunk az, hogy azoknak segítsünk, akik megkapják ezt a bélyeget. Az utolsó Lombik reality blogsorozat után most úgy döntöttünk Katival, hogy egy ismeretterjesztő blogsorozatot indítunk. Szeretnénk, hogy nektek ez az út már könnyebb legyen, mégpedig információval szeretnénk ellátni benneteket. Hétről hétre mi rengeteg információval ellátunk benneteket, és talán ezek majd segítenek a döntéshozatalban. Lesznek nehézségek, hiszen nem tudunk és nem lehet mindenre felkészülni. Él bennünk egy vágy, hogy édesanyák, édesapák legyünk, él bennünk egy álomkép, hogy egyszer majd a gyermekünket a karunkban tartsuk, és hát hónapról hónapra azzal szembesülünk, hogy most sem sikerült. Mi ebben próbálunk nektek segíteni, hogy az információ elérhető legyen a számotokra, hiszen lehettek férfiak. Vagy nők. Éppenséggel akár 20-asok is. Vagy 40-es elmúltál már. Az is teljesen mindegy, hogy miben hiszel és hová imádkozol, hiszen egy a célunk és az közös, gyermeket szeretnénk. A mi biológiai állapotunk szerint nem lehet közös gyermekünk, de reménykedünk benne, hogy a segítségünkkel egyre több gyermek fog születni. Kérlek benneteket, hogy akár erről is adjatok nekünk hírt, hiszen az alapítványunk célja és értelme pontosan az, hogy megszülessenek azok a gyermekek, akiknek szülei megkapták azt a pecsétet, meddőnek nyilvánítva. Tudjuk, hogy nagyon durvának hat ez a cím, de azt gondoljuk, hogy pontosan így éreznek azok is, akik egy év próbálkozás után megkapják ezt a bélyeget. Vagy ugye 35 éves kor fölött ez lehet fél év is. És az sem mindegy egyébként, hogy primer vagy szekunder ez a meddőség, de hogy mit okozhat ez a státusz a lélekben, vagy épp... Vagy épp a párokra hogyan hat, vagy a lombik eljárások sikerére? Ezt egy igen érintett pszichológus szakértőtől fogjuk megkérdezni, aki egyébként 10 lombik programon van túl. Jó reggel! Mesélsz a történetedről, hogy hány év telt el, míg ők jöhettek, és hogy mivel járt? Amikor kitaláltuk, hogy akkor most ha jöhet a baba, akkor én elmentem orvoshoz, hogy hát egy ilyen alapkivizsgálásra, és mindenki azt mondta, hogy teljesen tökéletes minden. Minden jöhet, menjünk haza, próbálkozunk. És akkor így elkezdtek telni az évek. Igaziból nem ijedtünk meg annyira, mert azt gondoltuk, hogy hát belefér. Igaz, 36 éves voltam talán, azt hiszem, amikor elkezdtük. Tehát úgy voltam vele, hogy már nem vagyok szörnyen fiatal, lehet, hogy nem egy év, hanem két év. És aztán éppen Dubajban éltünk, amikor az utáni nőgyógyász javasolt egy klinikát, mert így rákérdeztem, hogy hát azért most már mégiscsak kéne, most már lassan 39 éves leszek. És ott volt az első orvos, aki így a szememben mondta, hogy hát azt tudom ám, hogy hány éves korig van erre reális esély, hogy ezt senki nem mondta, és ezért aztán érdemes most azonnal belevágni. Uh-huh. És akkor ott kezdtük el egy inszeminációval, és utána haza költözés után sorra mentek a lombikok, akkor valamikor sikerült, valamikor nem, valamikor elbetéltem, valamikor milyen kívüli lett, és amikor ezen túljutottunk, amikor kiderült, hogy minden megoldódott, akkor fogantak meg ők. Hány év után? Hány év? Hát, elkezdted gyakorlatilag. 8 év után lett várandós, és majdnem 9 év után születtem. Uh-huh. Mit szólsz te egyébként ehhez a pecséthez, amit mi megkapunk, hogy meddővé nyilvánítva? Mi erről a szakmai és a személyes véleményed? Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé negatív és nem előrevívő stigma tulajdonképpen, amit nagyon-nagyon hamar ráaggatnak az emberekre.
Én azt gondolom, hogy hogy ez biztos, hogy meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodik egy nő önmagáról. Aha, tehát, hogy meghatározza, hogy mit gondol a nő saját magáról. Mit gondol a nő saját magáról? Az, hogy meddőségi klinika, meddőségi centrum, meddőségi osztály, ezt erősíti meg. Én azért nem akartam például bemenni nagyon sokáig, tehát ez visszavetette az én folyamatomat, hogy én csak, mit tudom, 39 évesen kerültem ilyen helyre, mert én meddőségi klinikára be nem megyek. Aha. Tehát engem nem nyilvánítson senki meddőnek, tehát engem nem egy év után nyilvánítottak, aha, hanem három. De ahhoz be kell menni egy olyan klinikára. És pszichológusként egyébként tudsz, vagy lehet segíteni egyébként ezekben a, tehát például a stigma feloldásban? Én azt gondolom, hogy igen, nagyon sok szerepünk van. És én azt gondolom, hogy azokat a szerepeket, címkéket kell erősíteni, amik előre visznek, amik pozitívak. Tehát, hogy vagy azt egyáltalán azt megmutatni, hogy egy ember az nagyon sokrétű, tehát nem csak gyerekre váró nő, hanem dolgozó nő, sportoló, én ejtőernyőzöm például, siklóernyőzöm. Tehát nagyon sok mindent csinálok mást is, és nekem egyébként ez sokat segített, hogy én nem csak egy gyerekre váló nő voltam, de nyilván, ahogy megy bele egy nő a vizsgálatokba, egyre inkább erre fókuszál. És én azt gondolom, hogy itt van szerepe a szakembereknek, a külső támogatásnak, hogy meg kell azt mutatni, hogy mennyire sok minden mást is csinál ez a nő, aki egyébként meddőnek van nyilvánítva. Vannak orvosok, akik ezt már tudják, tehát nekem volt olyan orvosom, akivel meg tudtam beszélni, hogy tulajdonképpen ezt a gyógyszert nagyon sokféle diagnózisra föl lehet írni, írjunk mást. Ne az legyen, hogy meddőség. De jó, tehát hogy a kód ne az legyen, hogy meddőség. Mert hogy ez is mennyire jó így a léleknek, meg az agynak ez a tudat. Igen. Hát nagyon jó. Hát gratulálok neked, két ilyen tündibündivek. És nagyon szépen köszönöm. Nagyon, hogy itt lehettünk, és elmondtad. Ez egy alapvetően ismeretterjesztő vlogsorozat, amelybe kettő rovatot terveztünk. Azt gondolom, hogy a saját példám is mutatja, hogy egy ismert ember, hogyha megosztja a saját történetét, akkor segíthet. Hát most megkértem néhányukat, úgyhogy ők is segítenek. Több oka is van, hogy miért szeretünk volna fiatalon szülők lenni. Az egyik oka, hogy meg tudjuk élni ezeket a sporttal kapcsolatos, például sporttal kapcsolatos dolgokat a gyerekeinkkel, vagy inkább mondjuk, hogy minden, ami a mozgással kapcsolatos, én imádok a szabadidőmben focizni, wakeboardozni, snowboardozni, mi rengeteget bicajozunk már most így a családdal, és azt érzem, hogy ezeket így fiatalon tudjuk úgy igazán megélni velük, legalábbis magamból kiindulva, nyilván lehet ezt idősen is, de én azt érzem, hogy ha 10 évvel később jöttek volna a gyerekek, akkor nem biztos, hogy annyira vidáman álltam volna a wakeboardon, mert már most fájnak a csontja. Ugye ezeket a dolgokat szerintem így fiatalon lehet igazán, illetve azt is vallom, hogy talán most még jobban meg tudjuk érteni az ő világukat, igen. Hogy nincs olyan óriási generációs különbség. Bár amilyen rohamosan halad a világ, nem biztos. Jogos. A másik, amiért szerettünk volna nagyon fiatalon szülőkké válni, az pedig az, hogy minél több időt tudjunk tölteni ebben az életünkben a gyerekeinkkel. És talán ez a legfontosabb szerintem. Egyébként tényleg ez a legfontosabb. Hiszen, hogyha 10 évvel később jöttek volna, akkor 10 évvel kevesebb időnk lett volna együtt. Így van. A családunk alapvetően támogatott minket, a szüleink, a testvéreink, a barátaink. Hát igazából mindenki, senki nem akart lebeszélni. Arról, hogy gyerekünk legyen. Nagyon sokan gondolkodnak egyébként azon, a mi környezetünkben is nagyon sok ilyen család volt és van is, akik átgondolják, hogy vajon keresek már annyit, hogy most családot alapítsak, vajon elég, hogy mi albéletben lakunk, vagy először házat kéne építeni. Én azt vallom, és mondom ezt már úgy, hogy két gyerekünk van, hogy szerintem abban a pillanatban, hogy a gyerek megfogan, nem csak, hogy megszületik, hanem már megfogan,
onnantól kezdve máshogy hozza meg az ember a döntéseket, és úgy fog alakulni az élet, úgy fogja alakítani mindenki a saját életét, hogy a gyerekének legyen a legjobb. Nem biztos, hogy meg kell várni azt a pillanatot, mert nem is biztos, hogy lesz olyan pillanat az életben, amikor azt gondolja az ember, hogy na most már minden tökéletes, és most már jöhet a gyerek. Nem biztos, hogy lesz ilyen pillanat az életben. Ha azt érzitek, hogy ti ketten jól működtök, ha azt érzitek, hogy szeretnétek megpecsíteni az életeteket egy gyerekkel, akkor azt meg kell tenni. Szia, Janka! Látsz? Igen, és hallak is. Na, nagyon jó. Okay. Áruld el a nézőinknek, hogy mivel foglalkozol pontosan? Termékenységtudatoktató vagyok. Gyakorlatilag arra tanítom meg a nőket, hogy hogyan ismerhetik meg a saját ciklusukat, a saját termékenységüket, és hogyan tudják ezt a tudást babatervezésre használni, hormonháztartásuk nyomon követésére, vagy az egészségi állapotuk nyomon követésére, vagy akár fogamzásgátlásra is. Mik a tapasztalataid, hogy az emberek, akár fiatalok, mennyit tudnak a saját termékenységükről? Sajnos nagyon keveset. Uh-huh. Az az általános tapasztalat, hogy nagyon keveset. Mert hogy oké, hogy van valami ilyen biológiai oktatás, ugye a biológia órákon, nem azonosítod azzal ezt a tudást, hogy ez neked hasznos lesz majd valamikor, vagy fontos lesz. Hát figyelj, ez megdöbbentő volt, hogy én 40 évesen tudtam azt meg, hogy mi az az AMH. Néztem egy nagyot, hogy mi, hogy van ilyen, hogy antimüllerin hormon, és meghatározza azt, egy szám, hogy vajon mennyire vagyok termékeny. Gondolom, te is találkoztál a tanulmányaid során hasonlóval, vagy aztán az életben, hogy mennyi mindent nem tudunk. Abszolút. Általában az a tapasztalat, hogy azt jelzik vissza egy a tanfolyamaim után is, vagy akár videóim kapcsán, hogy úristen, miért nem tudtam erről? Miért nem mondta el ezt senki kislánykoromban? Tudod, sokan, amikor megkapjuk ezt a pecsétet, hogy meddővé nyilvánítva, akkor megdöbbenünk. De hozzád fordulnak ilyen problémával nők? Abszolút. Az a helyzet, hogy a termékenységtudat, tehát ez, hogy megismerjük a ciklusunkat, ez nem egy csodamódszer, nem segít abban, hogy helyre billenjen egy-egy ilyen dolog a szervezetben. Én azt gondolom, hogy ez egy nulladik lépés. Tehát, hogy ez valahol a rendszerben benne kéne, hogy legyen, hogy az ember, amikor elindul ezen az úton, akkor megtanulja azt, hogy egyébként így tudod megfigyelni magad, egyébként ezek a termékenységi jelek, egyébként így működik a ciklusod, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sokaknak segíthet. Akkor te is alapvetően ismeretterjesztést folytatsz. Abszolút. Kik fordulnak hozzád leginkább? Milyen korosztályú, vagy milyen neműek? Nők, tehát abszolút 99,9% nők. Volt már egy-két fiatal folyamon egyébként, ami nagyon meglepett, és nagyon jó élmény volt, hogy férfiak is érdeklődnek, és mondjuk olyan apuka, aki egyedülálló apuka is, hogy majd a kislányának szeretné átadni. Jaj, azt. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Alapvetően ugye van ennek a módszernek egy fogamzásgátlási fókusza is, vagy hát, hogy erre is lehet alkalmazni a módszert, és én azt mondom, hogy átlagosan olyan 25-40 év közötti nők, akik már tartós párkapcsolatban élnek, és szeretnének jobban belemélyedni abba, hogy hogyan működik a testük, akár babatervezés céljából, akár abból a célból, hogy akkor most ezt jelen pillanatban fogamzásgátlásra alkalmazzák, de ugye ebben az a csodálatos, hogy ezt a tudás a kezedben van, és bármikor meg tudod fordítani, hogy akkor szeretnék, akkor utána pedig arra használom ezt a tudást. Meséltél nekem egy kutatásról, ami azért megdöbbentő volt, ami a tudást illeti, tudásszint. Egy ausztrál, ugye tegnap is, amikor beszéltünk erről, akkor azt mondtam, hogy egy ausztrál meddőségi, de igazából ausztrál termékenységi központban, ez mennyivel szebben hangzik szerintem. Ugye, nagyon. Hogy nem meddőség, hanem termékenységről beszélünk. Aha. Szóval ez a kísérlet mi volt?
azt mérték fel ezen a termékenységi klinikán, hogy az odaforduló párok, ugye, akiknek már egy éve próbálkoztak ki, és nem jött össze a baba, hogy mennyit tudnak a saját termékenységükről, tehát egyáltalán arról, hogy hogyan működik a ciklus. És a pároknak a 60%-a igazából nem volt tisztában azzal, hogy mik az ovulációnak mondjuk a biológiai jelei. És lehet, hogy csak ezen múlik a siker? Hogy tudják, hogy mit kell és hogyan csinálni. Igen, és erre csináltak is utána egy ilyen kísérleti programot, hogy ezeknek a pároknak tartottak egy oktatást, gyakorlatilag abban a témában, amit én csinálok, tehát így a termékenységtudat kapcsán, hogy ismerjék meg a ciklust, hogy hogyan működik, hogy mikor van az ovuláció, és a nem akarok butaságot mondani, hogy a párok hány százalékának, de azt hiszem valamilyen 10-20% körüli arány volt, akiknek ez alatt, hogy ők megtanulták, hogy hogyan működik a ciklus, így 3 hónap volt, mert egyébként 3 ciklus így a próbaidőszak ebben a módszerben, az alatt sikerült is a baba. Tehát ez is... És ez nagy szám. Ha már csak egy gyerek megszületik, de azért ez így nagy szám, igen. És akkor utána, akiknek nem, azok ugye haladtak tovább, így a kivizsgálások után minden, de hogy ennyit számít az, hogy egy kicsit jobban legyünk tisztában azzal, hogy mi, mikor, hogyan történik. Na ezért jó, hogy bemutatlak itt a nézőinknek, hogy te is tudsz segíteni. Nagyon szépen köszönöm, Janka! Örülök, hogy ismét találkoztunk, így online térben, ahogy te létezel egyébként. Szia, Janka! Hello! Szia! De jó! Ez volt az első rész, jövő héten ismét élünk. Egy olyan élményt mutatunk meg nektek, amely számomra nagyon-nagyon meghatározó volt, és szerintem másoknak is. Számomra is. Egy endometriózis műtéten jártunk.